Szevasztok srácok, Zón vagyok, és itt a Wild hétvége, és ahogy az egerem elszabadult, egyből rámutatott a lényegre, ez pedig egy jó Molten Giant, de hát van fölötte is még Giant, meg itt még nagyon sok Giant a deckben, és ez Dannynek a Giant Hunter-e. Ami ugye hát nyilván egy wildos deck, és egy kicsit tekkelve van Mirrorra, ugyanis van benne Toxic Errorunk, és van benne még hozzá, tehát nyilván szükséges dolgok, Lotebb, mi egymás, de hogy van egy Unstable Gaulunk, tehát gyakorlatilag 4 manából tudunk board clearezni, kivéve hogyha az ellenfélnél van valami Silence, és meg tudja ölni a Gault, úgyhogy lesilence-elte, akkor ez jó, ellenkező esetben a teljes boardját le tudjuk takarítani, ez egy egészen jó megoldás tud lenni, ezért egy Scout-tal és egy Call of the Wild-dal játszunk, de egyébként vannak mindenféle húzásai még a deck ben, ugye a dupla Oracle, ugye a Stitch Trackerrel tudunk még húzni, dupla Trackinggel tudunk húzni, és nem látom hirtelen az elefántot. Szerintem egyébként, de itt van, hát a King's Elec. Úgyhogy gyakorlatilag ami nem húzás, az Giant a deckben, nagyjából ez így néz ki. És ugye a múltkori livestream óta nem nagyon játszottam Wild-ban, úgyhogy 17-ről fogjuk ezt a dolgot most folytatni. Ez a szezon most nem a Wild-ról szól, hanem inkább standardben próbálok ügyes lenni a múltkori Wild-os és mondja, fiaskó óta. Muszáj ezt így hívom szerintem. Na nézzük, ki lesz az ellenfelünk. Jó Gul'dan. Hát egy biztos, nem szabad eljutni 8. körig, hogy Twisting-el legyen a környékem. Trackinget lehet, hogy meghagyom. Hát ez csodálatos. A Trackinggel ugye az a gond, Giant szempontból, hogy semmit nem csinál. Ezt most elszkippálném. Következő kör valószínűleg a Coin Oracle-t megjátszom. Inkább mint a Trackinget. Bár mondjuk még nem feltétlenül biztos, de sanszos. Jó. Kicsit így hordjuk a Dunába a vizet, de hát ez most ilyen. A kérdés, hogy most kicsapom-e a bót. Wow. De valószínűleg ki kell. Ez elszabadul, és nem tudok valami csinálni. És egyébként az arcú csapás az egy némi szinergia a Giant-tel. Gyakorlatilag a következő körben már akár ki is lehetne tenni a kettőt. A Doomsayer egyébként ez meg tud történni most szerintem. Azt hallottam, hogy üres borddal azért a Zoo nem tud mit csinálni ellene. Nincs biztos. Ezt megcsinálom. Nem hiányzik az, hogy hitlap overwhelming vagy valami állatsággal lesz egy, úgyhogy skippelje csak el a kört szépen. És hogyha ez megvan, akkor kimegy a witch és kimegy a két nagy csoda. Még lehet, hogy jobb lenne többet összevárni, de nem jött föl több. És most nem akarok trackingezni ezért. Tudom, ez kicsit greedy így. Igen. És még. Overdraw ellen. Dupla tracking, akkor viszont várni kell szerintem. Ezt most így hívószónak tekintem. Hát, melyik a jobb? Eléggé tele van a keze, mindkettő. Hát, sajnos. Akkor legyen a Clockwork a változatosság jegyében, és másik tracking. Ez fájdalmas, de az eleket kell.
És múltattól elbúcsúztunk, és lesz még egy Giantünk. Na hát akkor viszont ez meghatározza azt a következő körben, itt így nagy lepakolás lesz. És reméljük, hogy ez nem Magnus. Teljesen mindegy szerintem. És nem sérültem eleget, hogy ez a másik kettő ingyen legyen. Ez elég szomorú. Ugye ez 21. És... hát... So many possibilities. Nagyon Handlock gyanús, bár Handlock játszik Boom-mal. Mert Peddler oké. Okay. Az 1-3-as taunt oké, okay, de azon kívül... nem tudom. Stitch Trackert nyilván nem fogom játszani most egyébként. I have no time for games. Na és akkor most kijön Magnus. Oh, jó, de Red Infernal. Megvárom játszani a Deadly Shotot. Hát szerintem rohadtul nem. Na most, akkor van-e Reno? Ugye ez a nagy kérdés most. Tudjuk, hogy ez... 8-9 aztán... És még a Giant sem elég. Nyilván lesz Reno. Jó, mindegy. Ha meg nincs Reno-ja, akkor... ez a legszomorúság. De nyilván van, tehát, hogy az első három labban lesz. És most a vár... You're gonna be rich. Sose gondoltam volna. Így már nem fogunk nyerni, az a baj. Na most erre elmegy egy Siphon. Vagy egy bármi. Nem nyerünk. Na most a Scout. Mennyi napon van még? Rengeteg. Igen, és most ilyen majd valami Transform vagy Freeze. Ez abban teljesen mindegy. Ja, valószínűleg egy körre korábban meg kellett volna játszanom. És nem véletlenül nem nagyon tolta az arcomba a damást. Jó, na nézzük. Jó, és tuti transformot vett ki belőle. Kirakom. Meg tudom-e oldani azt, hogy... de nem. Tehát muszáj-e hülyének lennem, és most így belejátszani abba, hogy ő a transformjával egy-egyes birkákat csinálni. De igazából teljesen mindegy, mert ha meg nem ezt csinálom, akkor vesztek. Tehát hogy nincs nagyon más lehetőség.
ha 10 vonás potiból kivett a transform mindent egy-egyé, akkor egy-egyes birkával akkor sírunk. Ha csak freeze, akkor ez meg talán a jobbik eset. De nagyon gyors volt az első pikje, úgyhogy valószínűsítem, hogy a transformot megkapta. So many possibilities. Ha belecsapja, akkor viszont deal 5 van benne. So many possibilities. Ha meg arcaink, hogy tudjuk transformon van. Milyen rohadt meglepő, tehát így sosem gondoltam volna, hogy ezt a potiont fogja választani. Na hát nem fölfelé indultunk meg a létre, hanem lefelé, az így elég szomorú. Tehát nyilván az egyik legnagyobb countert a Rhinolokkot kell kapni. Azt mondta egyébként a Blizzard, hogy a Giant-es paklikat figyelik és nem túl erősek. Ez, hogy 50% környékén vannak nagyon, úgyhogy nem fogják visszanerfelni, vagy nem tudom, a debuffolni az sem a Nagasivicset, sem a Scoutot. Fura. No. Na hát az élesz szemű kis cserkészünk megvan. Nem, megtartom. Jó Doomsayer, az Murloc-pal állom, tök jó. Már ha az, és valószínűleg ez jó Call of the Wild. Sok hasznom lesz belőle. Egyébként az előbb még játszottam volna, még voltak lehetőségeim, de meh. Utálom a Rhinolokkot. Kicsit kevés, mint a Rosacruz Priestet, de nem sokkal. Aha. Standard handbuffos Murloc-nal innen játszik. Azért ezt meg tudnám gratulálni. Jó, van a kezében Bluegill, akkor ez nyilván... Nem, akkor az még kevés. Mert Bluegill akkor, de nem, az egy off. És a coin-t elhasználta. Ja. És ez ilyennyi. Na jó. Na most mennyire bőrös dolog kártyákat adni a kezébe? Nem túlzottan, de... De a saját túlba is adunk legalább. Jó, mindjárt emótól, hogy thank you, de arra nem vagyok kíváncsi. És akkor... Még egy ilyen kör. Vagy... Húzunk egyet a kis cserkésszel. Szerintem nem, úgyhogy megismételjük ezt a húzós kört, aztán lótebb, és hát reméljük, hogy sikerül addig a Nagasivicbe belehúzni. Elég jó. Nyilvás rossz. Ez hurka. Ahogy a szakirodalom mondaná. Na és... Na hát... És az egyik Giant-t. Bár ha sokat sérülök, akkor a Moltent is mindjárt. Jó... Várom még egy kicsit. Ugye nincs nálam a naga. Nélkül elég nincs. Na jó, meghaltunk valószínűleg, ha Wind Fury-t kap. Nem sérdeket. Szomorú ez a dolog így naga Sivics nélkül. The Eternal Hunt has begun.
Valószínűleg egyébként az egy-egyet is le lehetett volna ütni. Ugye az plusz kettőt ad. De mindegy. Tehát, hogy a meghalás az egy is eléggé valóságos. Hát látjátok, ki tud kapni a csodálatos giantes deck, főleg, hogyha nem húzunk Naga Sea-Witch-et, ami az egész paktinak a lelke. És teljesen lényegtelen volt, hogy most kirakom Lotabet, vagy nem, mert úgysem játszik spell-lel, vagy hát minimálisan. Mit tudom én, Divine Favor-tán van ebben a deckben, meg hát Secret. És nyilván a Life for an Eye. De egyébként ez már az egész csak BM volt. Hát köszönjük meg. Még egy thank you-re tudtam. Ó, viszont egy aranyszőrű igazi medve bocsot kaptunk, aki azért egy kicsit annál azért morcosabb. Na, de jó lenne nyerni is egyet, nem csak itt így játszadozni a hülyeséggel. Most éppen szerettem volna megmutatni, hogy ó, mennyire jó ez a deck, de hát úgy tűnik, én nem fogom. No. És akkor itt a Mirror, ha csak ő nem valami standard Jade-ben játszik. Na, vannak a Sea-Witch. Dupla Doomsayer. Még mi Agro Druid is lehet. Agro Druid ellen a két Doomsayer az nem túlzás. Meglátjuk, hogy mivel kezd első körben, ha kijönnek a mit tudom én a... Egy lapot cserélt. Basszus, ez lehet, hogy Jade. Vagy isteni keze van? Na, mindjárt meglátjuk. Isteni keze van a sárk. Hát, ez bizony ögró. Jó. Coin Doomsayer nem indokolt, viszont egy ugye az dupla low-tab. Vagy illetve dupla Sea-Witch. Low-tab. Low-tab, mert a meggátolja azt, hogy a, vannak kristályok átalakuljanak 2-2-ké. Jó. Az 5. Jó, az 1 Doomsayer. Az lesz azon egy kevés damot, egy hetest. Ugye pont egy off, mondjuk ha van nála még egy buffolás, akkor az kellemetlen. Még egy Mark of the Lotus. Ezzel lehet még nála, hogyha a Vajdos cuccal játszik, és nincs nála. Csodálatos. Jó. Egy kört elvettünk tőle. A nagy kérdés az, hogy kirakom a másik Doomsayert. Nem, Stitch Tracker azok valószínű. This beast will not be tamed. És... nyilván a... Hát, semmi keze nem lesz. Az ég egyet a világon nem lesz másik keze. Ugye az a baj ezzel, hogy most van 4 lap a kezében. Az ebből az egyik Living Mana... Jó. Azért csaptam bele, hogyha játszik Crazed Alchemist-tel, akkor ne tudja csak úgy leszedni. Mondjuk ha játszik Crazed Alchemist-tel, akkor a Doomsayert is fel tudja fordítani.
De valószínű, hogy nem fog megtörténni. Jó. Hát és akkor most egy jó lót ad. The scourge will devour all. Csodálatos. Fát, hogy old is köztünk jár. I will not be trifled with. Valószínűleg meg a Sivitch előtt ki lehetett volna tolni a coint, de akkor sem tudtam volna kirakni a Giantet, viszont úgy meg őt nem tudtam volna kirakni. Vagy illetve hát egyet drágábban. Mondjuk így is felutoltam egy manát. Mindegy. Na most ebből neki egy nagy high roll kell. Ha nem húz Windfury-t. Á, de igazából teljesen mindegy, hogy húzza Windfury-t, valószínűleg meg tudom halázni. Még van olyan forgatókönyv, hogy nyer. Ebből belehúz egy Windfury-be, akkor az neki pont exact letal, nem exact letal. Azért 14 meg 3. Nincs Windfury, mert már kivette volna. Ez sajnálatos, barátom. Jó. I can see. És nem vártak, hogy a Molten Giant-et lerakjam. Na végre már tudtunk egyet nyerni ezzel a csodálatos deckkel. Próbáljunk még egyet. Jó? Próbáljunk még egyet, azt mondom. Nem akarok csak így egy ilyen rövid kis 20 perces videóval itthagyni titeket, mégiscsak hétvége van, és ilyenkor ezért lehet játszani. No. És a Mirror valószínűleg. Let's the hunt begin. Bring it on. Jó. Ők nem. A Tracker marad. Coinnal főleg jó. Ó. Akkor bele ki kéne venni egy nagát. Belőle valami Giant-et. Ugye az a baj Hunter ellen, hogy a Clockwork Giant shortcut nem csinál. Nem lesz tele a keze az életében, ha csak nem olyan, mint én. Viszont hogy tele van a keze, az nem jelent jót, mert az azt jelenti, hogy rengeteg Giant fog jönni. Jó, akkor ez egy tracking. Maga. Meg. Valószínűleg ez coin oréka. Vagy... Hát de, coin oréka. Ami azért öngyilkosság egy részre, mert nem azt játsz, amit én. Úgyhogy... kicsapja a fegyvert, leüti vele, és jön arcba. Ami nekem tök jó, mert mondjuk a deadly shot-ra. Annál jobb nem is lehetne. Nézzük. Divine Shield. Dimension itt HP. Na most dupla deadly shot. Nem tudom játszani, de talán gyűszerűen jobb. Nem sérültem még semmit, hogyha a Molten Giant az hát 5-be fog kerülni. Most fognak 5-öt ütni rajtam, tehát akkor az már annyit gyakorlatilag nullába lesz. Vagy valami hasonló. Ó! Szörnyű. Az egyiket el kell rasztani, és a még között négyben egy. Sajnálmira vészes. Jó, ez viszont most 7 arcba. A legnagyobb kérdés az az,
Nyilván jönni fog mindjárt a főnök. Szóval... ezt el kell osztani. Ez muszáj. És oda. Jó, ez nem akkora probléma. Vagy hát mérsékeltem, mert most az egy 9-es lesz arca, meg a Hero Power az 11, az pont 10-ben leszek. Mert az a gond, hogy hiába rakunk a giant-eket, meg mindent így is úgyis meghalok. És kirakná a cicákat, kirakom ezt, akkor ez még hatalmasabbra hízik. Nem tudom, hogy ebből, hogy most így mi a jó vagy a rossz. Na most ki lehetett volna tolni ebbe a körben, hogy meg a Sivich, és kirakom az összes cuccot. Csak következő, vagy előző körben. Ja, és így meghaltam. Valószínűleg meg kellett volna nyomni. Csak ez így fogyatékos volt velem egy picit. Nagyon. Ja, és ez csak három. És attól az ott még neki rengeteg. Ja, azt egy körre korábban kellett venni. Utána még reménykedhettem volna abban, hogy trade-el. Csak akkor meg valószínű, hiába rakom ki szintén, kirakja a Hymen-t, meg ilyesmit, és az ugyanúgy letában van. Próbálj még egyet, remélem, hogy azért összehoz még egy Hunterrel. De az, hogy csak három Giant volt a kezemben, vagy... ja... az nem volt a legszerencsésem, mert ezen lehet ilyen nagyon nagy kört tolni. Jó, a három Giant az ugye 24. Rexha versus Anduin! Anduin ellen meg arra kell figyelni, hogy... Let the hunt begin. Hogy ezek így szarok. Ugye mondjuk a Bo az lehet, hogy jó lett volna a kislány ellen. Nem lesz, szóval Anduin ellen, meg nyilván ugye a Wide One létezik egy olyan lap, hogy Light Bomb. Viszont azt kell megnézni, hogy... vagy kitalálni, hogy vajon játszik, hogy játszik egyáltalán Wide lapokkal. Ez egy jó CGI. Arany, Priest rang 17, Wide. És csak a rombolás. Még nyomhatnádám a gombot, köszike. Ez mondjuk elég jó. Három lap húzása közönben. És on curve ki tud menni a Sivich. Ez elég frankó. És valószínűleg arra szükség is lesz, hogy 5. körbe ezt eljátszom, mert ugye 6. ugye van nála coin. A coin light bomb az eléggé megbüntet. A coin dragon fire poti az nem csinál semmit. Csak jól nem tudni, mit játszik. A kurátor, az már light bomb van, nem? Az már lóás lap. Jó, ott a kalap. Ezt Leech of Explorers jól emlékeztem. I must consider. Jó. Tehát akkor potenciálisan lehetne a Light Bomb. Az nyilván az óriások, meg a Jade-ek ellen minden lenni csodálatos. Ami mondjuk... mert meg a Sivich-es kombóra nézek, de azt úgy az életben nem fogom tudni megcsinálni valószínű. A 10. körre az nyilván mit tetszeni. Vagy hát nem biztos, hogy van a kezében. Hoppá, és egy sörő eszembent. Mi a fene? Jó. Tele a kezem, mint az állat. Your hand is full. Na, lótebb, vagy megnyom az óriásokat. Ugye most hány óriás van nálam?
kettőt látok így hirtelen, az nem annyira sok. Na jó, a Stitch Trackerrel ugye az az egyetlen baj, hogy ez nem üríti a kezem. A lótegyetlen sajnos. Meg lehet, hogy ki kellett volna szólni a két Doomsayert. Az egy rénós Dragon Priest. Szerintem. Más nem játszik a... ezzel a 4-1-jel. Jó. Oké, dupla lépéseket eljátszom. Valószínűleg nem. Elég valószínű, hogy nem. Viszont a... ne. Ja, ez egy Doomsayer. Ez is... jó, azt le tudja painelni egyébként, de így legalább ürítettem a kezemen, és van lehetőség arra, hogy húzzak még Giantet. Csak úgy egyre jobban belejátszok mindenbe, az Anduinba is. De most megint az van, hogy full tele volt a kezem minden fossal, és nem tudtam felhúzni az óriásokat, mert hiába van a kezembe kettő, semmit nem csinál. Ez konkrét ötödik körre ki kellett volna rakni légy Giantet, és akkor van mondjuk bármi értelme bárminek. Jó. Szóval simán csak adja. Mit akarsz kijátszani egy ilyen tombolyban? Kérlek szépen. Krisztál Odinkra. Beszerelés. Jó. Na most megnyomhatunk egyet? Megnyomhatunk, mert utána van még utántöltés a közünkben. Ja, szóval na, és akkor most Anduin előtt vagyunk, de a Light Bomb után. Coin-et az előbb játszotta ki, úgyhogy most Coin Anduin nem játszik. 28-ig fel tudja magát healelni, meg tudok 29-et plusz Hero Power ütni rajta. 31-ig jó vagyok. Ha most nincs nem a lábom. És azt tudja még csinálni, hogy belecsapja az Oracle-t valamelyikbe, és reménykedik abba, hogy kap egy deadly shotot. Kap egy deadly shotot, akkor az nyilván sok minden. Jó. A Death Shepain. Most vagy historián. Szép. Akkor ez valószínűleg megvan, ha jól számolom, nem? 8. Na hát kettőt nyertünk, és van egy, amit meg tudtunk volna valószínűleg, hogyha egy körrel előbb összerakom a dolgokat. Ez így azért szép volt. Szépen összematekozva, kivártam, hogy a coin kimenjen, meg ilyen aljaság. Úgyhogy ez volt most a Giant Hunter szerintem. Én ezzel most elégedett vagyok így szó-szó. Nem nagyon létrázom egyébként Hunterrel, mert... nem tudom, tehát hogy tőlem ez a stílus is távol áll, viszont Tier 1-es Hunter deck ilyen már nagyon-nagyon régen nem volt, szerintem nagyjából az Undertaker nerf óta nem volt a Hunter Tier 1-es, na jó, a Midrange Hunter időben Karazhan előtt szerintem azért ott valami történet volt, de hogy igen. Na jó van, srácok, úgyhogy ennyi lett volna most a White hétvége, és ez volt a Giants Hunter, nagyon örök, megnézzétek, és találkozunk mondjuk holnap, vagy valami ilyesmi. Holnapi napot még meglátjuk, lehetséges, hogy délután lesz stream, hogyha nem, akkor meg valószínűleg videó lesz, de hát mindenképpen figyeljétek a csatornát, mert frissülni fog. Sziasztok!